A stúdióban pedig már itt van dr. Berci Krisztina, jó estét kívánok, jó estét klinikai kívánok. Szakciológus. Ön nem tudom, hogy hallotta Kósa Lajosnak ezt a fajta mondatát, hogy mi ez, ami belefél az ilyen sportba, a versenysportba? Nem, egy elég érdekes megszólalás volt. Azt szerettem volna tudni, hogy mi az, ami belefér. Náluk sok minden belefér, önöknél szakmailag mi az, ami belefér? Meddig mehet el egy edző, és hol van a határ? Minden gyereknél ez más, gondolom, de van-e ami jogszabály, ami alapján önök ezt elbírálják? Ugye létezik a gyermekvédelmi törvény, ami, tehát amiben ugye benne áll, hogy a gyerekek bántalmazása az tilos, tehát a törvény tiltja számunkra, hogy általánosíthatók, tehát számomra ez elfogadhatatlan, bármiféle bántalmazás. Ugye itt a kérdés az, hogy mi is a cél, tehát mi a célja az élsportnak, miért történhetnek meg ilyen dolgok, bántalmazások. Tehát én csatlakozom az előttem szólóhoz, hogy nem, tehát hogy itt elsősorban ugye gyerekekről, fiatalokról, sportolókról van szó, a bántalmazás azt gondolom, hogy semmilyen formában nem fér bele, a cél az nem szentesíti az eszközt. De mi volt régen? Lehet azt mondani, hogy a 60-as, 70-es éve ebben a szociális érában ez hogyan működött? Mi az, ami belefért akkor? Hogyan nevelték a gyerekeket? Én is sportoltam, és én sportoló voltam, belefért egy-két ilyen kokszia. Tehát hogy ez benne volt. Tehát tudtuk azt, hogy ez még benne van. Hol a határ? Hát igen, tehát hogy a gyerekek természetesnek veszik ezt. Tehát hogy én azt gondolom, inkább az volt itt a probléma, hogy ez elfogadott volt. Tehát úgy vették azok is, akikkel megtörtént, hogy ez belefér, ezt meg lehet csinálni, talán a szülők is, ha tudtak róla, lehet, hogy elfogadták. Ugye az edzők meg kérdőjelezhetetlen tekintélyek voltak. Tehát itt abban látom ezt a pozitív irányú változást, hogy egyre inkább a felé megyünk el, hogy ez nem fér bele. Miért van ugye erre szükség? Tehát másképp is lehet motiválni a gyerekeket. És erre én azt gondolom, hogy ez lenne fontos, hogy e felé menjünk el még inkább, hogy a pozitív motivációval, ugye a belső motiváció erősítésével. Gyerekek, akik sportolnak, hát nagyon sokan szeretnek sportolni, szívesen járnak le, ugye a társas jó kapcsolatokat tudnak ott teremteni, nagyon sokszor az edző egy pozitív figura, akihez kötődni tudnak, szeretik őt, miatta csinálják, tehát hogy miért nem inkább ezt erősítjük? Hát de a kérdés az igen, hogy a megfelelés miatt vállalják be ezt, és fogadják el azt, hogy effektíve esetleg belefér bármi? Igen, tehát a megfelelés az, hogy evidenciának tűnik, hogy meg se kérdőjeleződik, vagy az eredmények is ugye fontosak, vagy ott van, sok pozitív hatás éri ezek mellett, tehát hogy a mérleg nyelve az inkább afelé billen, hogy csinálom tovább ennek ellenére is. Fordultak már önhöz olyan gyerekek, akiket bántalmaztak, esetleg szexuálisan is bántalmaztak? Igen. Edzők esetleg, vagy sportolók, vagy sportolói berkekben ebből a körből? Sportolói berkekben is, igen. Mi én volt a nem probléma? Csak sportolókkal foglalkozom, hanem nem sportolókkal igen. Is. Azért azt el kell mondanom, hogy ott sokkal több ilyen esettel találkoztam, tehát a sporton kívül. Mi az, ami belefér? Tehát mi az, ami már nem? Hol a határ? Mire gondolsz? Szexuális? Hát, így van, a szexuális bűncselekményekre gondolok. Tehát, hogy például az, ha esetleg megkereste önt egy sportoló, aki elment önhöz éppen azért, mert nem olyan viszony keletkezett az edzőjével, mint amilyet ő szeretett volna ápolni. Milyen esetekkel keresték meg, és mit javasolt? Edzőváltást? De nyilván igen, tehát hogy első körben azt gondolom, hogy valahogy próbáljuk tisztázni a problémát, hogy mi van, tehát beszélni az edzővel, akár külön leülök, szülők tudnak-e róla, tehát hogy valahogy nyilvánossá tenni ezt a dolgot, hogy megtörtént, beszélni róla. Egyáltalán tisztázni, hogy mi történik, tudunk-e valamilyen változást elérni, nyitottságot mutat-e rá az edző, belátás, tehát szeretne változtatni, az fontos-e neki a sportoló érdeke. Tehát, hogyha tudunk ebbe előrelépni, akkor ugye ez jó, tehát akkor itt történhet változás, tehát hogyha ha meg nem, akkor én edzőváltást javaslok, igen. De előfordult esetleg az is, hogy például panaszkodtak edzőre, és éppen ebből kifolyólag őt leváltották? Tehát, hogy volt ilyen eset? Vagy edzők is megfordulnak például önnél? Én elsősorban ugye sportolókkal dolgozom, és akkor ennek kapcsán szoktam edzőkkel konzultálni. Én olyan helyzetben vagyok, hogy inkább, tehát hogy azt kell, hogy mondjam, tehát hogy az én praxisomban, akikkel én találkozom, inkább elég támogató edzőket látok, tehát akik elhozzák hozzám a sportolókat. Na most olyan előfordult, tehát le nem váltottak, ilyenről nem tudok, hogy leváltottak volna, váltottak edzőt, tehát elmentek máshova sportolni, hogyha ha probléma volt. Tehát sokszor az történt, hogy úgy ítélték meg, hogy nem
nem lehet az edzővel erről beszélni, mert ez egy általános probléma, nem csak rájuk vonatkozik, hanem más fiatalokra is, és inkább váltottak. Mm. És arra mit gondol, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság bejelentette, hogy az olimpia után szeretnék módosítani az edzői rendszert, és szabályozni szeretnék egyfajta ilyen kék könyvvel. Uh-huh. Ez nem tudom, hogy mire jó, vagy mire hasznos. Megjelölnék benne esetlegesen, hogy ki az, aki gyerekek közelébe mehet, vagy ki követett el szexuális bűncselekményt, vagy ki bántalmazás, hogy ezt hogy képzelik el? Uh-huh. Szerint ez miért van jelentősége? Ugye akkor ennek az lenne a célja, hogyha jól értem, hogy valamit az edző előéletéről tudjanak meg ebből a... Hát, az többek között igen, hogy ne csak sportszakmailag, hanem emberi, erkölcsileg. Igen. Hát azt gondolom, a szülőknek ez mindenképp biztos, hogy segítség lenne, hogy tudják, hogy kire bízzák a gyermeküket. Tehát, hogy akkor ez a választásba tudna segíteni. Mert joguk van akkor a szülőknek ma eldönteni és tudni az edzőknek a múltját? Vagy kellett volna ön szerint ez esetben tudni, például, ha visszamegyünk erre az esetre? Biztos, hát ez inkább azt gondolom jogi kérdés. Tehát, hogy ez egy jogi kérdés. Ez nem annyira pszichológiai az én meglátásom szerint. Nem csak nem beszélgettek erről szülőkkel például önök? Hogy? Gyerekekkel? Hát erről az esetről, a kisügyről. Hát, de előjött ez az eset. Hát nyilván, tehát a szülők szeretnék tudni, persze. A szülők szeretnék tudni. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szívesen.